Sziasztok, Vejsz Tamás vagyok a Szigetszer Kft-től, és mint a videó címében is látjátok, most azt fogom megmutatni nektek, hogy hogy veszitek észre, hogy az alsó kerékkel vagy valamelyik kerékkel adott esetben probléma van. Ugyanis látjátok, hogy én éppen tesztelem az új kanyarintó lapunkat. Nagyon sokat összevágtam, elég sok fát összevágtam. Egyszer csak elkezdett egy érdekes kattogó hangja lenni a gépnek, valamint azt vettem észre, hogy erről pedig most ide egy fotót beteszek, hogy nem szépen vágott, hanem így csíkozott. Sőt, amikor a kanyarintó fűrészről csináltam a videót először, és amikor egyenesen vágtam vele, lehet, hogy már akkor a kezdeti probléma volt. Én azt hittem, hogy az a lap problémája, de nem. Valószínűleg a gépé, és annyi történt, hogy ugye nem volt szép a vágás, beállítottam itt a támasztókat, minden szépen, még egy, ki, egy kis dolgot át is alakítottam ezen a gépen, amit nem lehetett alapból beállítani rajta, hogy a oldalsó támasztók elérjék a, ezt a 10x04-es fogedzetlapunkat. És vágtam, vágtam egyszer, csak nagyon csúnya hangja lett, és ö, ilyen surlódó hang és láttam hogy már akkor is, amikor éppen nem vágtam, és akkor történt meg az a nagyon érdekes dolog, amit ide most beteszek szintén képet arról, hogy mit láttam először, amikor kinyitottam ugye a gépnek ezt az alsó ajtaját. Láttam rajta ugye ezt a sérülést, valamint nem is néztem, hogy először, hogy nincsen benne a csavar, ami felfogja, a alsó kereket. Csak amikor láttam, hogy kiesik magából az ajtóból ez a csavar, egyébként ugye ez itt is van, de erről mutatok majd közeli fényképet, hogy azon hogy látszódik. Tehát ami az érdekesség az az, hogy ugye ez így volt itt, és innen tört le ez a csavar, és ez maradt ugye ezáltal a kerék a forgástól, meg hogy a szallag feszítette, szépen lassan le tudott jönni, és amit ugye már mutattam meg ide, most megint beteszek fényképet, az ajtón lett egy kis sérülés, abból vettem észre, hogy valami nincs rendben, mert én nem is gondoltam volna, tehát ez a csavar ugye ahhoz, hogy így törjön el, ahhoz az kellett volna, hogy ez így oldalirányba tud mozogni, vagy tehát, Tenge irányban ennek semmi szerepe nincsen, csak az, hogy fenntartsa, terhelést egész pontosan onnan nem kap. Úgyhogy, ha véletlenül esetleg úgy jártok, hogy a gépnek elkezd hangja lenni, és lehet, hogy csak ez a csavar fellazult, és ezt mondjuk a vágási minőségen is észreveszitek, ha még nincs is úgy hangja, nézzétek meg például ezt a csavart, vagy pedig, ami ugye... A felső keréken is van. Tehát, amikor vagy vesztek egy gépet, vagy időszakonként, szerintem jó ezt így megnézni, mert ugye erről tettem be a, a fotót, ezt a darabról, a, itt van, de most, hogy nem is látjátok olyan pontosan a vágási minőséget, akkor itt van a fényképről. Tehát ebből tudjátok észrevenni azt, hogy valami, valami nincsen rendben a gépetekkel. Tehát, mint látjátok, nem csak a szallagokat mutatom be, hanem ugye a teszteléseknél bármiféle eredmény jön, ami nektek hasznos lehet, egyből már kapjuk is elő a kamerát és készítünk róla a videót, mint ebben az esetben is. Hogyha nem szeretnétek a további videóinkról lemaradni, mind a szalagfrész géppel, mint a szalagokkal kapcsolatban, vágási minőségekkel kapcsolatban készített videóinkról, akkor iratkozatok fel, jelöljétek be a kis harangot, hogy mindenféleképpen értesítést kapjatok a videóinkról, és a következő videóig is további szép napot kívánok, Vejsz Tamás voltam a Sziget Kft-től,